Erdélyben egyedi hangulatú kis fesztivál a Méra World Music, a remek zenét és csodálatos hangulatot biztosító világzenei csűrfesztivál. Kalotaszegi portákon és csűrökben, füvön és fák alatt élvezheti a közönség a fesztivál 4 napját a Kolozsvár melletti faluban. Nagyon nagy örömmel tettük meg a 8 órás utat ebben 40 fokban, hogy Mérára el tudjunk jönni, mert úgy éreztük, hogy, és úgy is érezzük, hogy egy nagyon családias környezetben, egy nagyon családbaráti fesztiválon leszünk. A Parnograszt Roma népzenei együttes zárta a bulit a fesztivál nyitónapján. Úgy gondolom, hogy kell, hogy változzon, de hát nem maradhatunk meg a nagyon nagy gyökereknél zeneileg, mert ahogy változik a világ, úgy változik a zenei igény is, úgy változik a zenei stílusok is, és nekünk ahhoz, hogy köztudatban legyünk, szem előtt legyünk, valamilyen szinten haladni kell a zenei korral is, és ezért is van, hogy olyan feldolgozásokhoz nyúlunk, amik ezt a vérfrissítést megadják nekünk, és tudunk haladni a zenei korral. Milyen volt számotokra ez az elmúlt 1-1.5 év, amikor ugye nem lehetett fellépni, amikor nem lehetett találkozni a közönséggel? Azt vettük észre, hogy most már jó lenne levegőt kapni, most már annyira nem is az anyag része, de most már nagyon kellene zenélni, mert most majd, mintha a levegőt kezdenék elvenni tőlünk, és kezdtünk fuldokolni, és hiába zenéltem én is otthon, egyszerűen a közönség annyira hiányzott maga a közeg, hogy így az volt, hogy bakker, nem kapok levegőt, de hát én hiába zenélek otthon, de nincs reakció, nincs levegő is. Az első koncert konkrétan olyan volt tényleg, hogy egy ilyen nagy lélegzetvétel, hogy pakker, végre levegőt kapok és lélegezhetek, úgyhogy konkrétan a levegőt kaptuk vissza ezzel. Akkor jó, hogy van buli végre. Hát nagyon, és szerintem nem csak mi számunk, hanem ugyanúgy a közönség számára is ez egy nagy felszabadulás, és lehet, hogy nem csak én érzem így, hogy a levegőt visszakapták, hanem ugyanúgy a közönség is. Az első nap fellépői között volt a magyarországi Babra együttes. Nagyon jól éreztük magunkat, mert egyrészt nagyon szép a környezet, másrészt pedig hát bizonyára az emberek miatt van egy nagyon-nagyon jó hangulat, egy ilyen melegség, egy nagyon vidám hangulat tényleg, amiben úgy jó lenne tényleg úgy belehelyezkedni, de sajnos mennünk kell haza most a koncert után, úgyhogy majd jövőre. Mennyire találjátok magatokat meg ebben a kőzegben, ami a világzenét illeti? Hát alapvetően szerencsénk van, mert ez a közeg egyrészt nagyon nyitott, és maga, hát mondjuk, hogy műfaj, ez egy tág fogalom. Tehát igazából az autentikus zene ugyanúgy belefér, mint a feldolgozás, és mi ennek a két dolognak a keverékét csináljuk tulajdonképpen. Igazából inkább autentikus jelleggel játszunk ezeket a zenéket, amiket játszunk. Feldolgozás az tulajdonképpen ilyen szerkezeti változtatásokat jelent, tehát nagyon minimális mértékben nyúlunk hozzá az eredeti felvételekhez. Nagyon jól éreztük magunkat, már önmagában a helyszín az, ami megalapozta az, hogy itt nagyon, nagyon szívesen jön fel a színpadra az ember, és látszik a közönségen is, hogy egy eléggé laza és egy ilyen családias hangulat van a fesztiválon. Mi nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jók voltak a technikai feltételek is, a koncert is jól sikerült, a végére sikerült tényleg így valahogy feltüzelni a közönséget, és nagyon jól éreztük magunkat. Azért is jó ez a fesztivál, mert hogy a magyar világzenei szféra ezt egy idő után megismered, de hogy a Mérának a szervezői évről évre hoznak be olyan fellépőket, akiket csak így nézzük, hogy honnan, hogy kérdeztem is egyszer a főszervezőt, hogy te hol találkozol ezekkel a zenészekkel, ezekkel a fellépőkkel, mert nem emlékszem pontosan a válaszra, de szerintem lenyűgöző, hogy sokszor Amerikának valamelyik kis csücskéből hívják el a fellépőket, vagy Azerbajdzsánból, vagy vannak ilyen különlegességek is a magyar fellépők mellett. A helyszín az mindenképpen különleges, hiszen mégiscsak egy csűrben van a nagy színpad, és amit még nagyon szeretek, hogy sokan nem vesztette el ezt a családi hangulatát, tehát hogy bejössz
eljössz ide a fesztiválnak a helyszínére, és többségében azokkal az emberekkel találkozol, akiket az elmúlt években már megismertél itt a fesztiválon. És idén volt egy nagyon érdekes felismerésem, hogy azok a kisgyerekek, akik az első néhány fesztiválban még így ölbehordósak voltak, vagy pedig kellett fogni a kezüket, azok most már saját magukra jönnek, mennek, buliznak, és remélem, hogy a következő 10 év múlva, vagy a következő néhány év múlva már felnőttként vehetnek részt a fesztiválon. Azért tudunk itt lenni elsősorban, mert a gyerekekkel el tudtunk jönni. Hát az, hogy itt a napnak a nagy része az arról szól, hogy a gyerekeknek mindenféle tevékenység van, az ettől jó nekünk ez a fesztivál, utána pedig amíg bírják, itt maradunk, meghallgatjuk a koncerteket, és hazafele pedig remélhetőleg elalusznak majd az autóban. A Méra Világzenei Csűrfesztivál az egész családnak kínál tenni, látni és szórakozni valót a 4 nap során. Az ide látogatók például előadáson megtudhatják, hogy Méra igazi bivajtartó nagyhatalom volt. Igazi nagyhatalom a múlt század 30-as éveivel kezdődött, amikor Mérában már közel 1000 bivaj volt, de 1950-ben már 1500-at számoltunk a faluba. Megjegyezzük, hogy akkor 200 bivaja több volt, mint ahány lakosa volt akkor a falunak. Ez mit jelent, hogy háztartásonként hány bivaj volt körülbelül? A legkevesebb 2 volt, mert 2-vel már lehetett dolgozni, de volt úgy 4, 6, 8, 10. És ebből meg is éltek a méraiak a bivajtartásból? Megéltek, mert jól lehetett értékesíteni a tejet, és főleg a vajat, meg a túrót. Ez volt a fő jövedelem forrása a mérai gazdálkodónak. Ez tartott 1962-ig a kollektivizálásig. Addig még mindig sok állat volt a faluba, mindig jól lehetett értékesíteni a tejet, tejterméket, aztán a kollektivizálás mindent elrontott. Elvették a szántott kaszálót. Legelőtt hol tartsa, mivel tartsa Méraj a bivaját, megszabadult tőle, azaz eladta. Nagyon kevesen maradtak meg, lecsökkent az állatállomány 150-re. Jelenleg még mindig van 150 bivaj, vagy körülbelül 80 tehén. Még aki állatot tart, még tudja értékesíteni a tejet. Már itt a faluban, és szomszédfalukban, a kolozsvári piacokon, a házaknál, a helyben. Mérában minden évben Szent György napján jómérést tartanak. Hát a jótartás is változott olyan szempontból, hogy a tartott állatok száma változott. Az első feljegyzések még 1525-ből származnak, akkor 250 juhót számoltak a faluban, aztán 1920-ban 900-at. Jelenleg, bár kevesen sebben tartanak, 20 gazda tart 1300 juhot. Reméljük, hogy visszatér a juhmérés, mert ez valamikor kimondottan a juhtartó gazdák ünnepe volt, mert ha például itt ezen a Szász utcán, ahol most mi vagyunk, volt a juhmérés, ez a társaság rendezte saját magának, itt más utcabeli vagy akár idegen nem vehetett részt, de ez a dolog is változott, sok külföldit érdeklődőt vonzott a Méra juhmérés, egyedülálló ünnepé volt. A Világzenei Csűrfesztivál legfontosabb helyszíne az úgynevezett Szarkatelek, amely a tájházat is magába foglalja. A tájház és az egész telek a Tőcegi János birtokában volt, ő volt az utolsó birtokosa a háznak, és igazából azért nevezik Szarkateleknek, mert Tőcegi Jánosnak a ragadvány neve a Szarka volt Mérában, tehát Szarka gazdaként ismerték itt Mérában őt. A ház a 40-es évek időszakát idézi, tehát e szerint van berendezve, minden berendezési tárgy nagyjából ebből az időszakból származik. A legújabb tárgy az 1948-as darab, és a többi tárgy az mind ennél régebbi. A belső szoba az konyhaként funkcionált, a külső szoba pedig tiszta szobának van berendezve, és egy olyan tiszta szobának van berendezve, minthogyha a családnál lenne férhez adandó lány, mert ilyenkor díszítették jobban ki a tiszta szobát, meg kellett mutatni az udvarlóknak, a fiúknak, hogy a családnál van hozomány, hogy milyen anyagi javakkal rendelkezik a család,
és ilyenkor nagyon-nagyon díszítették a tiszta szobát, például a vetett ágyat nagyon magasra vetették. Meg kellett mutatni, hogy a család presztízsel rendelkezik. Az egész telek igazából a házhoz tartozott, amikor a Mérai Hagyományőrző Egyesület megvásárolta, akkor az egész telket megvásárolta, és arra is figyeltek, hogy ez a telek alkalmas legyen rendezvények megszervezésére. Ezért újították fel például a Csűrnek a belső részét, ahol most például a fesztivál is zajlik. Csűrfiának nevezik a fesztiválon azt a szintén Csűrrel ellátott portát és udvart, ahol elsősorban a gyerekeknek szóló tevékenységek zajlottak. Mit csinálnak itt? Agyagozunk, korongozunk a gyermekekkel. Mennyi idő kell, hogy valaki elsajátítsa a korongozás művészetét? Hát ahhoz elég sok idő kell, tehát évek gyakorlata szükséges, de így egyszeri alkalom is természetesen a segítségünkkel nagy élményt tud nyújtani a gyermeknek, és esetleg kedvet kap rá, hogy a jövőbe ő is folytassa. Nagyon látványos maga a korong, mint a gépezet, a forgás, és akkor hát sortálnak, láthatják, hogy kipróbálhassák. És mi lesz az alkotásokból, az alkotásokkal? Hát az alkotásokkal az lesz, hogy természetesen különböző helyekről érkeztek, és már iskolákban vannak égetőkemencék, meg hát ha helyi fazekast, vagy ismernek valakit, aki kiégetheti nekik, s hanem mi is szívesen hazavisszük, és akkor majd visszajuttatjuk ide a szervezőknek. De minden gyerek keze közül kikerül egy munka. Igen, igen. Általában bögréket, kistálkákat formázunk. Hát először az ami... A legkönnyebb? A legkönnyebb, igen. Hát az se könnyű, mondom, hogy a segítségünkkel. Néni, itt is én vagyok. Meg itt is én vagyok. Meg jaj. Így lett szörnyű vége. A török vezérnek nagy tapsot, Kukorica Jancsinak! Hát ilyen nagyon alap dolgokat itt nagyon jól meg lehet tanulni. A lányok nagyon kedvesek és nagyon segítőkészek. Úgyhogy elmondták, hogy mi kell ehhez az egészhez. Szappan, a legfontosabb a gyapjú meg a víz. És mindenféle erő, ami a kezedben van. Finom erő, erős erő, minden, ami benned van, azt ezekbe mondjuk bele lehet gyúrni. Mit készítettél mostani? Van-e olyan tárgy? Igen, én most egész héten ilyen golyócskákat készítettem, és ezeket szeretném majd így fölfűzni ilyen kis fűzérnek. De itt még lehetett készíteni, a gyerekek nagyon szerették, pillangót készítettek, meg tulipánt, szóval nagyon sok mindent lehet készíteni, nagyon jó anyag a gyapjú. Kedvet kaptál ahhoz, hogy esetleg folytassad majd otthon? Abszolút. Igen, régebb még voltam más helyeken, és ott is készítettünk. Ez egy nagyon jó tevékenység családoknak, csoportoknak, amikor készítesz egy nagy terítőt, és abban mindenkinek a munkája benne van, az megható, és akinek készítik is nagyon szokták szeretni, mert abban mindenki szeretete benne van. Úgyhogy ez egy jó dolog, érdemes kipróbálni. Ezen a fesztiválon is az, hogy van ez az udvar, ez egy hatalmas lehetőség a családoknak. Én is családommal jöttem ide, van nekem is két kis gyermekem, és hát nagyon jó volt, hogy itt lehettünk a gyerekekkel, be lehetett vonni őket, láttak olyan kézműves foglalkozásokat, amivel esetleg nem minden nap találkoznak. Szóval szerintem hiány van, és nagyon jó, hogy a mókatáros lányok ezt csinálják, az egész gyerekudvart ők csinálják, kézműves foglalkozás, gyerektáncház, népzene, népénekek tanítása, minden. Úgyhogy ez nagyon jó, hogy van, és mindenhova kéne ilyesmi. Azonnal kezdünk. Se patencset, öncsetveni, umpik maja prape, imediát öncsepem. A mai menü, 5. évszak, hamarosan. Aztán Los Orangutanes, végül Csangálló, és nem utolsó sorban táncház. Gyerekkorom óta fontos Mérába jönni, és utána kamaszkoromban is másért volt fontos, és most is más miatt fontos. De ezek az értékek összeadódnak, ezek egy olyan komplexen összeálló hatással érnek, hogy ugye nagyapámtól kezdve apámig, nagyanyám, míg itt igazából vannak családi, baráti kötelékek, ahogy mondhatjuk. Tehát Hangya Kati az édesapámnak a kereszt anyja, úgyhogy
Kalóz Zoltán volt a keresztapja. Én meg itt sokszor jártam a helyi zenészekhez tanulni, és nagy barátságok szövődtek itt. Ez valahogy egy ilyen visszatérő, úgy gondolom, hogy ma élő, egy olyan fontos bázis itt Kalotaszegen, ahol még lehet olyan mondatokat, olyan útravalókat kapni, ami miatt fontos és érdemes visszajönni egy értelmiségi embernek mindenféleképpen. Mert művészekként igazából nekünk az a fontos, hogy megtaláljuk az emberrel a találkozást, az összhangot, és akkor tudunk mi is emberek maradni. Azt hiszem, hogy valamelyest így a felszabadultságnak a szigetévé vált Méra erre a néhány napra. Fantasztikus hangulatban telt, rengetegen jöttek el a régi rajongók közül. Ez egy nagy találkozópont mindazoknak, akik szeretik ezt a hangulatot, ami itt van. Nem csak néptáncosok, nem csak népzenét szerető, hallgató emberek jönnek, hanem mindenki, akit valamiért ez a hely megfogott egy kicsit. Hát nagyon komoly kihívások elé állította a koronavírus, okozta a helyzet, azok a jogszabályok, amelyek most hatályosak, azoknak megfelelni egyáltalán nem volt egyszerű. Gyakorlatilag olyan intenzitással léptek fel a hatóságok a rendezvénnyel, most pozitív értelemben, hogy a rendezvénnyel szemben, amivel korábban nem találkoztunk. A tűzoltóság az utolsó konnektort is leellenőrizte, hogy tűzvédelmi standardoknak megfelele, és így tovább. Ami önmagában persze jó is, mert tudjuk, hogy legalább rendesen, megfelelően az elvárásokhoz, az elvárásoknak megfelelő módon működik a fesztivál. A közösségnek nagyon fontos, összetartja a helyieket, nem feltétlenül csak a magyarságot, de főleg. És mindig, most már évek óta nagyon jól van megrendezve, nagyon diversifikált, és senkitől nem hallottam, hogy valami ellenvetésre lett volna, vagy nem tetszett volna az egész fesztivál. Nagyon jól van megszervezve, és amit mondtam, különböző szinten megy, egyszerűen szórakoztató és jó. Szerintem az elvárásnak az fölülmúlt, ugyan részvétel, mint ez a teljesítmény, amit ki tudtunk ebből az elmúlt időszakban hozni, mert ugye az itt az elmúlt egy hónapban, amikor kiderült, hogy valójában lehet fesztivált tartani, akkor ez egy hatalmas nagy hajrá volt, de úgy gondolom, hogy összeállt a dolog. A közönség? A közönség is az elmúlt évekhez képest nincsen hanyatlás a részvételnél. Nem is döntögetünk rekordokat, viszont azt gondolom, hogy a korlátozások ellenére ez egy szép szám, akik részt vettek. Amint véget ér az első fesztivál, elkezdődik a következő évre, szóval mi mindenképpen tervezünk, és úgy látjuk, hogy év mint év kiderül, erre igen is van erre a fesztiválra, szóval hajrában leszünk jövőtől is. A fesztivál utolsó estéjén óriási bulit csapott a Los Orangutanes perui magyar zenekar. Hát én uruguayiként, tehát én uruguayi vagyok, perui a gitáros fiú egyébként, és 79-ben jöttünk szüleimmel Magyarországra, és azért játsszuk ezt a zenét, mert Árkosi Szabi, aki a másik frontember a tango harmonikával, kitalálta, hogy kumbiát játszunk. Ez egy dél-amerikai műfaj, ami elterjedt egész Dél-Amerikában. Tehát az összes dél-amerikai országnak van egy kumbia, egy sajátos kumbiája. Persze a ritmus mindig ugyanaz. Van a güiro, a legnevezetesebb hangszer, ez a sajtereszelőszerűség, ami a basszus az nagyon jellegzetes, egy pom, 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 ilyesmi a basszus. És hát igazándiból egy ilyen keverék zene, ami született az afrikai dobokból, a dél-amerikai, főleg kolumbiai, indián furujából, a gaita, úgynevezett gaitából, és állítólag elsüllyedt egy hajó a kolumbiai partokon, ami rengeteg tango harmonikát vitt magával, ami kisodorodott a partra, és onnantól kezdve van tango harmonika is, ez a szóbeszéd, egyébként valószínűleg így van egyébként. Milyen Erdélyben, Mérában muzsikálni? Őrület. Tehát nagyon sok helyen játszottam már, és de hogy kapásból az emberek kapásból fölfogták, hogy miről van szó, az nagyon ritka, és ez Mérában ez ilyen, hát valami virtus van itt azért, őrület a mérai közönség, és wow, őrület, tényleg őrület, nagyon jól éreztem magam, borzasztóan jól éreztem magam, Méra, visszajövök ide, remélem, sőt, biztos.
Legközelebb 2022. augusztus 4-e és 7-e között lesz világzenei csűrfesztivál Mérában.